Középpont. Minden hétköznap 10-től 14 óráig itt a Hit Rádióban. És ígéretemhez híven itt van már velünk a vonalban Rima Szombati Andrea, Hetek újságírója, a backstage szerkesztője, tehát a kulisszák mögül most elélép. Szervusz, Andrea! Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is! Bár a backstage-ben is sokat hallhatunk erről, de most egy kicsit a Középpont hallgatóival is megosztjuk azokat az elemzéseket, amelyeket te amúgy is a backstage-ben szoktál elmondani, de ugye Donald Trump körül a hangulat az állandóan fokozódik, még akkor is, amikor azt hiszük, hogy most már nem fokozódhat tovább, és hát közeledik a újra a választás. Még szinte úgy tűnik, mintha most történt volna csak a megválasztása, hiszen azóta szinte alig tud arra koncentrálni, hogy mit is, illetve ő tud koncentrálni, mert nagyon sok minden történik, de a hírek mégsem erről szólnak, hanem különböző vádemelésekről. Hogyha így röviden kéne belevágni a közepébe, mit gondolsz, hogy az újra választását veszélyeztetheti esetleg ez a szituáció? Igazából szerintem nem veszélyeztetheti, ugyanis ez egy, bár nyilván ez inkább marketing, tehát itt mindig azt kell látni, hogy a tények azok nem ebben a helyzetben nem léteznek, ilyen másodkézből jövő információk alapján próbálnak mindenféle eljárást indítani, viszont ennek az a lényege, hogy mivel nagyon közel van a választás, ezért borzasztóan fontos, hogy minél feketébb színben tüntetik fel, annál jobb lesz, vagy azt gondolják, hogy annál jobban segítenek a demokrata oldal jelöltjeinek. Tehát igazából nem is akarják eljuttatni a bíróságig valójában, ez nem cél. És nem is tudják, ez is azért egy hírérték. Hogy nem tudják? Hát az a helyzet, hogy egy olyan másodkézből szerzett információra alapozva indították el az eljárást. Most melyik eljárást? Ez az impeachment eljárás, ami ugye az elnök bizalmatlanság alapján történő eltávolítására vonatkozik. Ugye itt, aki olvasta a Hetekben az Apáthy Ildinek a kiváló cikkét a múlt heti újságban, az látta, hogy ott van egy ilyen kis sztori, hogy mondjuk Nixon nem várta meg, mert valóban sáros volt, ő lemondott, és ugye a Watergate botrány az így híresült el, de őt nem távolították el. Bill Clintont a Monica Lewinsky ügy miatt, meg hamis tanúzás, meg hatalommal való visszaélés miatt megpróbálták, de végül őt aztán pedig ott is volt konkrétan elkövetett tett. Amit egy idő után nem is tagadott. Így van, végül is mégis felmentették, tehát ott konkrétan valóban olyan bűncselekmény történt, ami miatt akár el is ítélhették volna. És itt annyi történt csak, hogy azt állítja a demokrata oldal, ilyen másodkézből szerzett információk alapján, hogy Trump folyamatosan manipulálta az osztrák miniszterelnököt azzal, hogy megvonja a támogatást, tehát akár a fegyverdíl lekerülhet az asztalról, meg azt is, hogy a fejlesztési támogatásokat is megvonja Amerika, hogyha nem kezdenek el nyomozási adatokat átadni Joe Biden ügyeiről. Nem az osztrák, az ukrán, ugye? Osztrákot mondtam azt már. Azt hittem, hogy valami új szár indult el, már kezdtem rákapni. Nem, ukrán. És hát remélem nem valamiben fontos információ volt ez. Tehát szóval az a lényeg, hogy ilyen telefonhívások ilyenek rengetegszer történnek. Ugye amikor Trump ellen folyt az eljárás azzal kapcsolatban, hogy az oroszok benne voltak-e a választási kampányban, és feltörték-e a hackerek a rendszert, meg akármi. Ott például írásban követelték politikusok az oroszoktól is, meg az ukránoktól is, hogy adjanak információt, és kezdjenek nyomozást Trump ellen. De ez hogy létezik, hogy ez a kettős mérce? Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy létezik, hogy ennyire nyilvánvaló a kettős mérce? Tehát a sárdobáláshoz elég az, hogy valaki besározódik, függetlenül attól, hogy a tények nem támasztják alá, hogy mondjuk egy elnök egy másik elnökkel akármikor ne tárgyalhatnád. Hogy vannak akkor kapcsolatban az országok? Ez nem erről szól. Pontosan az a lényeg, tehát ha elkezded így tallózni az amerikai médiát, én ma reggel csak így próbaképpen megnéztem, hogy miket írnak. A jobboldali meg az alternatív médián kívül az összes nagylap, Washington Post, USA Today, New York Times, stb. Mindegyik hangosan üvöltve skandálja, hogy mindenki összerezzent a gondolattól, hogy Trump manipulálja az ukrán miniszterelnököt, és hogy most már be is vallják, meg mindent. Tehát össze-vissza beszélnek
tehát, és igazából egy ilyen másodkézbe szerzett úgynevezett titkosszolgálati információt szellőztetnek, ami lényegében egy teljesen normál eljárás az elnök részéről, tehát hogy rendszeresen beszélnek meg, ráadásul ott már ugye a Biden család ellen hát eléggé, hát hogy mondjam, bénán csinálják ezt a korrupciós dolgot, mert hogy mindig kiderül. Tehát Kínával kapcsolatban is, ugye amikor még alelnök volt Joe Biden Obama mellett, akkor ugye folyamatosan vitte magával a fiát, és lényegében nem ő szerződött le a kínai nagyvállalatokkal, hanem a fia, de ugye mindenki tudta, hogy az amerikai alelnökkel van közvetlen kapcsolatban, magyarul mindenki a legjobb díleket akarta megszerezni, és akkor ugye ez később ki is derült, és úgy tűnik, hogy nem tanultak ebből, mert hogy a Hunter Bidennek vannak Ukrajnában is érdekeltségei, és ráadásul ugye a korrupció ellenes hivatalt, ami ugye jelenleg is üzemel Ukrajnában, azt Joe Biden közreműködésével, meg az Európai Unió közreműködésével hozták létre, tehát az FBI-nak a mai napig van irodája annak a korrupció ellenes hivatalnak az épületében, tehát ez egy ilyen egyértelmű manipuláció. És ugye ki is derült, hogy az ukrán főügyész le is mondott, és ki is fejezte, ez is egy tegnap előtti hír, hogy igen. Ki is fejezte, hogy azért mondatták le, hogy ne tudjon nyomozni Hunter Biden ügyei miatt, mégsem erről szólnak a hírek. Így van, mert hogy ez az egész marketing, ennek az a lényege, hogy olyan szinten besározzák Trumpot, hogy mondjuk akár Nixon, hogy megfutamodjon, ez volt reggel, amire gondoltam, hogy lehet, hogy ki akarják kényszeríteni, hogy fáradjon el és hagyja az egészet. De mondjuk akkor gondolom, rosszul ismerik. Igen, tehát ez igen, szerintem ettől csak még jobban fel fogják tüzelni benne a versenyszellemet, de a másik meg az, hogy ugye, hogyha mindenből ez folyik, akkor egyrészt a tényekre nem jut idő, meg nem jut energia, tehát senki nem fog arra figyelni, hogy valójában Bidenéknek vannak ügyeik, meg mellette ugye elveszik a választóknak a kedvét, vagy hát azt gondolják, de pont tegnap beszélgettünk erről egy baráti társaságban, hogy a politikusok valamilyen furcsa elgondolás alapján a választókat egy az egybe birkának nézik. Tehát még akkor is, hogyha az ember mondjuk korlátozottan tájékozódik, de hogyha nincsenek benne bizonyítékok, hanem mindent úgy írunk le, hogy brit tudósok által elvégzett vizsgálatok alapján, igen. Akkor egy idő után elveszíti a hitelességét a forrás, és az emberek legyinteni fognak, hogy jó, persze, tudjuk, meg én. Hát reméljük, hogy így lesz, mert ugye eleve vannak olyan felhangok, amiben Hillary Clinton is részben belebukott, amikor ugye ilyen lenézett osztálynak tekintette azokat, akik nem a demokratákra szavaznak. Most is elhangzottak olyanok, hogy jobb választók anyagra, vagy tudod, mint mikor mondani szokták, hogy igen. Jobb gyerek anyagra lenne szükség, ők már jobb választó anyagról beszélnek, tehát better igen. Voters, ez kellene ahhoz, hogy az igazság győzzön, de hát ehhez le kéne cserélni ugye a választókat. Hát igen, meg milyen igazság. Tehát a másik az, hogy szóval, hogyha belehelyezkednek egy ilyen alapállásba, akkor valószínű, hogy az fog történni, hogy még azt a támogatottságot is elveszítik, ami egyébként a birtokukban volt, és mivel hát Trump az egy profi salesman, értékesítő. Ő le fog menni, kampányok lesznek, oda fog menni az emberekhez. Most például megosztottak a Facebookon egy videót, hogy ahogy megölel egy veteránt, aki egy dalt énekel valami megnyitón. Tehát, hogy Trump az valóban rá fog menni arra, hogy a választók közvetlenül érintkezhessenek vele, mint ahogy csinálta 2016-ban is. És a demokraták meg túlságosan ezzel az elvakult a saját igazságunkat áttolni próbáljuk alapállással, ezzel valószínűleg csúfos kudarcot fognak vallani. Tehát de ez nem egy túlzott optimista előrejelzés, tehát ennek konkrét jelei vannak, vagy ezt te így inkább kikövetkezteted, és ez lenne a logikus? Hát nekem ez az érzésem abból, ahogy nyilatkoznak, meg ahogy egyáltalán ugye az egymással intézik az ügyeiket, tehát hogyha megnézed például ezt a Kamala Harris, már hogyha tehát az egész emberből az árad, hogy én nálam van a bölcsek köve, én tudom azt, hogy mi az igazság, te meg inkább fogd be, hallgassál el, és csináld, amit mondok. Tehát ezt a fajta... Ez egy kicsit olyan attitűd, amivel ugye Trumpot vádolják, tehát itt megint egy kicsit kettős mércelébe. Így van, tehát ez ugye az történik, hogy ami hibáik nekik vannak, azt megpróbálják áttolni
Trumpra. De ugye lényegében nem történt törvénysértés. Trump nyilván vannak neki az előző időszakából ügyei, meg azért rezgett a léc a Müller bizottságnak a talál dolgainál is egy-két helyen, de ugye kínosan ügyelnek rá, hogy ne legyen semmi probléma, meg ráadásul nem nincsen rászorulva, hogy korrupt legyen, mert hogy a saját birodalma az lényegében már eleve gazdaggá tette, mielőtt megválasztották volna, tehát meg ráadásul az, nekem azt szokott a leginkább attól szoktam így kiakadni, mikor azt mondják, hogy Trump káoszt akar csinálni, de hát könyörgöm, ez egy üzletember, neki az a jó, ha nincs káosz, mert ha káosz van, akkor az egész vagyona elúszik. Igen. Tehát ő neki az a jó, hogyha kiszámítható, stabil körülmények vannak, amiben lehet üzletelni. Tehát és az egész egy ilyen agyrém. Igen, és az adó bevallásának a nyilvánosságra hozatala ennek fényében mennyire árthat neki? Hát, ez igazából egy ilyen általános politikus dolog, mert hát igen, szóval ez végül is szerintem normál visszavetheti egy kicsit, de ettől még simán meg fogják újra választani, mert hogy szóval lehet, hogy az amerikaiak nem tudják, hogy még tudom én, milyen európai történelmi események vannak, de ezért gyakorlatias módon közelítik meg a dolgokat, és hogyha van egy üzletember, és fizet adót, és egy részét nyilván a gyerekei kezelik meg minden, ez egy általánosan alkalmazott fogás arra, hogy az ember a saját jövedelmét egy kicsit kivonja a fehérből a szürkébe, néha kicsit át a feketébe. Tehát ez nem egy olyan dolog, amit az ember így nagy megdöbbenéssel konstatál, hogy ilyenek történnek. Ezt így nyilván mindenki bekalkulálja, tehát ez szerintem akkorát nem fog rajta visszadobni, mint amekkora problémát elvileg attól várnak, hogy ez az egész ukrán üzleti szál, vagy nem üzleti, hanem manipulációs szál így bekerül a képbe. Tehát szerintem nekem ez a privát véleményem, nyilván a választókon múlik, hogy most felmérések akkor még nem készülnek, vagy ezt nem lehet akkor statisztikai adatokkal látni, hogy kit mi befolyásol leginkább a választásában jelen pillanatban? Hát most még igazából nem érdemes. Alapvetően ugye folyamatosan mérik azért a közvéleménykutatók, hogy kinek milyen a népszerűsége. Ugye a demokratáknál ez egy nagyon fontos kérdés azért, mert hogy ugye jelöltállítás lesz nem soká. Tehát ugye elkezdődik majd az a fajta kampány, amikor egymás ellen is fognak majd versenyezni idézőjelben. És ugye lehetséges, hogy Trumpnál is lesz republikánus oldalon kihívó, mert ugye nem tilos. De nagyon, tehát szóval az a helyzet, hogy Trump, hogyha logikusan mellé állítjuk azt, hogy mik történtek, mit ígért és mit csinált, akkor azt lehet mondani, hogy szinte mindent megcsinált, amit megmondott, hogy meg fog csinálni. Tehát neki ezt kéne behozni a kampányba. Hát meg be is fogja, meg valószínűleg, hogy tehát ugye az amerikaiaknak szimpatikus a pragmatizmus, szerintem ez kifejezetten erős lesz a kampányban, hogy ezt mondtam, ez lett. És ugye azért jó, persze marketing szempontból Észak-Korea is nagyon, nagyon jó, annak ellenére, hogy ott sincsen igazából kézzel fogható eredmény, de azért ezt be lehet hozni, hogy nézd meg, megígértem, hogy hazahozzuk a fiúkat, és szervezzük, próbáljuk megoldani, hogy ne legyen meg a munkanélküliség. Afganisztánt is megpróbálja, hogy az adócsökkentések miatt egy csomó amerikai nagyvállalat visszatelepült Amerikába, Írországból, és ez látszik is a munkavállalási lehetőségeken. És gondolom, hát ezt azért érződik választói szinten is. Igen. Tehát ez egy olyan dolog, hogy ő neki kézzel fogható eredményei vannak, amiket fel tud mutatni, és például ez a klímakonvenció is, hogy kiléptek a klímakonvencióból, újra beindult a szénipar, lettek munkahelyek, a Közép-Nyugaton is lett munkahely. Ugye, tehát ő Amerikát nemzetállamként akarja fejleszteni. És egyébként az amerikaiak szerintem már borzasztóan fáradtak attól, hogy ha valahol gond van, akkor mindenki ő rájuk vár, hogy valamit csináljanak. És ugye Trump kifejezetten úgy kommunikál, hogy jó, csináljon más is
valamit, és akkor, hogyha ti oda teszitek, akkor mi is jövünk. Tehát szerintem választói szempontból, hogyha a tényeket kommunikálják, mert pedig szerintem ez fog történni, akkor nincs vesztenivalója számnak. Akkor sikerült is végül is körbeérnünk, és megkaptuk az eredeti kérdésre a választ, hogy veszélyeztetheti az újraválasztását. Nagyon köszönöm, Andrea, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. Rimaszombat.